A gödöllői rendőrkapitányság az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények felderítéséről tartott sajtótájékoztatót Valkon, melynek keretén belül két idős sértetnek adták vissza az eltulajdonított értékeit. Mint arról már korábban hírt adtunk, a gödöllői rendőrkapitányság bűnügyi osztályán indult eljárás rablásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt K. Tibor 29 éves és társa B. Mónika 20 éves valkói lakosok ellen. A két személy május 18-án hajnali 1 óra körüli időben ment be egy valkói családi ház udvarára, majd a ház nyitott bejárati ajtaján keresztül az ingatlanba is. Ezt követően a két gyanúsított bántalmazni kezdte a konyhában alvó idős nőt. Egyikük lefogta a sértettet, míg a másik elkövető tetleg bántalmazta, a nyakát megszorította, majd többször meg is ütötte. Az elkövetők a házból ezt követően nagyobb összegben készpénzt és ékszereket vittek el. A sértettek a mentő kórházba szállították. A gödöllői nyomozók azonnal megkezdték a helyszíni szemlét, az adatgyűjtést és a forró nyomon üldözést, melynek eredményeként még a bűncselekmény elkövetésének napján azonosították és el is fogták a rablást elkövető mindkét szemét. A férfit és társát a nyomozók előállították a gödöllői rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket, és ennek az eljárásnak, illetve a kihallgatásoknak a során kiderült az is, hogy a két gyanúsított május 5-én szintén rablást követett el ugyanezzel a módszerrel Püspök 60-ban. Itt hajnali 3 óra körüli időben törtek be egy házba, betörték a bejárati ajtót, a hálószobában alvó idős hölgyet pedig késsel megfenyegették, és készpénzt követeltek tőle. A 79 éves sértett a fenyegetés hatására átadta az otthonában tartott pénzét és ékszereit is. Sérülései miatt az asszonyt a mentők kórházba szállították, és hosszabb ideig kórházban ápolták. A férfit és a társát a rendőrség őrizetbe vette, május 21-én pedig az illetékes bíróság mindkét gyanúsított előzetes letartóztatását elrendelte. A nyomozás további eredménye, hogy időközben a Pest megyei rendőrfőkapitányság munkatársai, valamint a gödöllői rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai hiánytalanul megtalálták és lefoglalták a két sértettől elrabolt ékszereket, melyeket a mai napon át is vehetnek. A bántalmazott néni arcán még mindig látszódtak az ütésnyomok. Meghatódva hallgatta végig a sajtótájékoztatót, és vette át az ellopott ékszereit. A rendezvény végén pedig rendületlenül nyilatkozott a médiának, hiszen szeretné felhívni az idősek figyelmét arra, hogy egy esetleges támadás esetén ne védekezzenek, mert annál rosszabbul járnak. Fél álomban voltam, mert végignéztem a Szeretlek Magyarországot, és utána meg elaludtam. És akkor szakítottak be a ajtót, én azt nem hallottam semmit. Akkor aludtam el. Ezek már talán a udvaron sétáltak, akkor lestek. És hányan voltak? Ketten. Nő ütött, a férfi meg kutatott a lakásba. Én azt hittem, csak egyedül van, a férfi később jött be. Még akkor, amikor elvitték a pénzt, az még nem volt elég, még akkor a heverőt kinyitották, a ágyneműt kidobálták, a párnát szétvágták, tiszta tolult a lakás. Nem tudom, mit gondoltak, hogy ott is pénz van. Tud-e védekezni egy idős ember, hogyha ilyen rámenős elkövetők mennek be? Nem, nem tud, nem tud. Hát én se tudtam védekezni. Eleget kapostam azt a botot, de az semmi nem volt. Duplán kaptam. Nem. Mennyi ideig tart? Ajánlom mindenkinek, akinek van pénze, adja oda, mert ha nem ad pénzt, akkor agyonverik. Az biztos, hogy nem marad életbe. Annus néninek a bántalmazás következtében úgy belirult az arca, hogy szinte felismerhetetlenné vált. A kórházban töltött idő alatt remélni sem merte, hogy valaha visszakapja a gyermekeitől kapott értékes ékszereket. Még azt mondtam, amikor a jegyzőkönyvet vették a kórházban, mondom, engem csak nyúznak, azt nem fog meg senki találni. Nem hitte, hogy el fogja fogni? Nem hittem. Mindig azt mondták, nyomon vagyunk, de én nem hittem, mert hogy megtalálják. Püspök 60 polgármestere megdöbbent az eseten, de bízott benne a rendőrségtől kapott információk alapján, hogy elkapják a tetteseket. Mindenki megdöbbent, mindenki szörnyűködött, hogy nem elég az, hogy vagyon elleni bűncselekmény, de még brutalitással is párosult. Tehát nagyon alaposan bántalmazták Annus nénit, eltört a járomcsontja, eltört az orra, és borzasztó állapotban volt.
Anus néni lélek jelenlétén csodálkozom most is, mert ő korábban szívbeteg volt, és olyan gyógyszereket szed, ami alvadásgátló, és borzasztó sok vért vesztett, de volt olyan lélek jelenléte, hogy azonnal hívta telefonon a családját, és hát én azt gondolom, hogy így sikerült megmenteni az életét. A forró nyomon elkapott gyanúsítottakat, a 29 éves K. Tibort és társát, a 20 éves B. Mónikát, akik valkói lakosok, előzetes letartóztatásba helyezték. Püspök 60 és Valkó polgármestere 9 rendőrt részesített tárgyutalomban a gyors és eredményes munkájukért. Az önkormányzat engedélyt kért főkapitány úrtól, hogy tárgyi ajándékba részesítsük, jutalmazzuk a nyomozókat, akik eredményes munkát végeztek, mert fontosnak tartja az önkormányzat, hogy ezek a bűncselekmények felderítésre kerüljenek, mert azt gondolom, hogy ez elretenti ezt a kört, aki hajlamos a bűncselekmények elkövetésére, és természetesen a bűncselekmények ellenünk, a lakók ellen van, össze kell fognunk, és hogyha ha tudunk, akkor akár ilyen formában is segítünk a rendőrségnek, mert csak közösen lehet eredményes munkát végezni. Az országos rendőrfőkapitányság 2 főt részesített elismerésben, melyet dr. Mihály István rendőrdandártábornok, Pest megyei főkapitány adott át. Tetézi Szilvia rendőrhadnagy tárgyi elismerésben részesült, míg Tóth Antal Tamás rendőrőrnagyot kimagasló szakmai munkájáért rendőr alezredessé léptették elő. Az országos rendőrfőkapitányság vezetője Papp Károly rendőrvezérőrnagy úr, Tóth Antal Tamás rendőrőrnagy urat a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személy felkutatásában és elfogásában nyújtott kiemelkedő szakmai teljesítmény elismeréséül június 1-i hatállyal soron kívül rendőr alezredesen fokozatba léptette elő. Bátyi József, Püspök 60 polgármestere szerkesztőségünknek elmondta, hogy Annus néni köztiszteletben álló személy, mindenki ismeri, hiszen éveken át ő volt a kézbesítő a településen. Ennek a bűncselekménynek a kapcsán a polgármester javasolta a polgárőrség újjászervezését, amit a falu lakói is támogattak. Elsősorban az egyedül élőkre fognak odafigyelni, illetve az idős házaspárokra. 98 ingatlanban laknak egyedül, tehát nagyon sok a veszélyeztetett, és 101-2 ingatlanban csak 2 személy lakik, javar részük idős ember, tehát ezért is fontos az, hogy a település összefogjon, és segítse a rendőrség munkáját. A polgármester bízik abban, hogy az újonnan alakuló polgárőrségnek minden szükséges anyagi segítséget meg tud adni majd az önkormányzat. Thank you.